Sziasztok, Jani vagyok. A mai részben most a Vörösfarkú Hadsággal fogunk közelebbre megismerkedni. Ők Dél-Amerikában fordulnak elő, és elég sok méretet érhetnek el. Nagyjából 1,8 méter hosszúságot érhetnek el maximum, és kb. 80 kg maximális testsúlyuk. Elvileg a horgász szerint egy ilyen 65 kg körül van. Ez egy buksi, a legnagyobb. Általában állati eredeti táplálékot fogyasztanak, de a növényi eredetűt sem vetik meg, nagyon sokszor salátát is szoktunk adni neki. Ez a kicsit furcsa kinézetű hal, ez egy vörösfarkú harcsának, meg egy tigris harcsának a hibridje. Az érdekes, hogy állítólag az élőhelyén a helyiek kevésbé szeretik a kusát, mivel a hal színezetében sok fekete rész található, és ugye emiatt állítólag nem kedvelik az efféle halaknak a kusát. Ők voltak a vörösfarkú harcsák, akkor tartsakotok velünk legközelebb is.